Hát igen, eltelt ez a Dakar is. Számomra elég nehezen telt el. Mikor ott voltam, akkor még ott vagyok, akkor elég nehezen telnek a napok. Az éjszakák azok nagyon gyorsan telnek, mivel hogy este 9-10 fele fekszünk le, reggel 4-20-kor csereg a telefon, attól függ, mikor rajtolok. De úgy összevetve az egészet, egy elég jó Dakar volt a helyezésemet nézve, meg a büntetést nézve, amit kaptam. Amúgy a verseny ebben az évben nem volt a legjobb, de nem a legvagányabb Dakar volt számomra, meg nem csak számomra, hanem a többi versenyzők számára sem, mert hogy nagyon sok sár volt, nagyon sok esőzés volt, amire a szervezők fel voltak készülve, de úgy lehetett csak ezeket orvosolni, ezeket a dolgokat, hogyha kivesznek szakaszt, vagy lerövidítenek szakaszokat. Ezek a kivevések, meg a rövidítések, ez azzal jár, hogy mi aszfalton kell megtegyük azokat a távokat. És akkor aszfalton az a 300-400-500 kilométert megcsinálni esőben nem pont olyan kellemes. Sokat fáztam ebbe az évbe, és nem csak én, hanem szerintem az összes motoros. Az autósok nem nagyon érzik meg ezt a hideget, mivel bent vannak, de a motorosoknak ez nem olyan kellemes. Hát megvoltak ezek a napok is. A pálya, amikor mért szakaszon voltunk, azok jók voltak, nehezek, persze azok is, de ott másképp telnek a kilométerek, mikor versenyben vagy. Szerintem gyorsabban is telik az egész, mert hogy sokkal gyorsabban lehet menni, mész ilyen 140-150-eket, akkor sokkal hamarabb telnek a kilométerek. Meg jobban oda vagy koncentrálva, és nem veszed észre azt az időt, ami eltelik, hanem már csak azt látod, hogy elment 100 kilométer, még 100 kilométer, és mindjárt a finishbe vagy. De én sokkal jobban szerettem, mikor miért szakaszon voltunk. Persze, mikor látom, hogy kint esik az eső, és sár van, és azt mondják, hogy na, a holnapi nap el van törölve, akkor mindenki örül neki egy kicsit, meg örül, hogy eltörölték a napot, de viszont mi azért mentünk oda, hogy versenyezzünk és ne aszfaltozunk. Na mindegy, ez akkor pillanatnyilag úgy egy kicsit örülsz neki, de mikor meg már mész a pálya az aszfalton, akkor úgy azt mondod, inkább mentem volna a pályán, mert ottan azért csak jobban bemelegszel. És akkor volt az első hét, a negyedik nap, mikor volt az a rossz tankolás, kaptam azt az 1 óra büntetést, én csak a pihenő napon kaptam meg azt az 1 óra büntetést. Akkor a második hétre úgy készültem fel, hogy ez egy kicsit meg kell nyomni jobban ezt a hetet, hogy a 29. helyről próbáljak feljebb jönni. Én úgy, ahogy számolgattam, akkor úgy néztem, hogy körülbelül a 22-ig fel fogok tudni jönni. Megnéztem akkor előttem lévő versenyzőket, hogy tudom körülbelül, hogy ki milyen szinten motorozik, hogy motorozik, és megnéztem, hogy milyen lemaradásom van velük szembe, és akkor így számolgattam én ott magamba a helyezéseket, de végül sikerült 17-ig feljönni, még utolsó nap is hoztam 2 helyet, aminek nagyon örültem, hogy mégis nem vagyok nagyon messze attól, amit kitűztem magamnak. Én mielőtt elmentem, nem mondtam, hogy hanyadik szeretnék lenni. Persze szerettem volna egy jobb eredményt elérni, mint ami eddig volt, a 14-nél jobb helyezést, de az nehéz. Én a top 15-be szerettem volna, ami pont meg is lett volna, ha nincs ez a büntetés, mert akkor 15. helyen végeztem volna. Így csak 2 helyet rontottam ezzel a büntetéssel, ami egy nagyon jó helyezés.